Gyerekkori emlékeket mentenek meg az eltűnéstől, és lelkeket hoznak helyre ebben a boltban, Nápoly központjában. A babakórházban babáknak és plüsmackóknak adnak új életet, tulajdonosaik pedig újra élhetik elveszett gyermekkorukat. Az emberek először úgy érzik, el kell mesélniük történetüket, és hogy miért hagyott a babájuk kitörölhetetlen nyomot az életükben, mondja a bolt tulajdonosa. Minden baba mögött különleges történet áll. Nem csak Olaszországból, hanem Európa egészéből is küldenek ide játékokat, ahol diagnózist állítanak fel róluk, majd meggyógyítják őket. A babák javítása révén képesek vagyunk az emberek valódi érzéseit visszahozni, azokat a pillanatokat, amikor még gyereknek érezték magukat és megölelték a kedvenc tárgyaikat. Ez a nagymamám babája, meséli ez az ügyfél, ő már nincs velünk. Mindig el akarta vinni ezt a babát a kórházba, és úgy éreztem, hogy tiszteletben kell tartanom a kívánságát. Most jól helyre hozzák. Ez egy másféle kórház, itt egyetlen páciens sem fog meghalni, és mindenkit jó egészségben bocsátanak el, mutat rá az Euronews tudósítója. Ezután a szeretteiken múlik, hogy így is maradnak-e, és hogy továbbra is a legjobb barátaik és a legdédelgetettebb emlékeik lesznek-e. Tiziana apjától és dédapáitól örökölte szenvedélyét. Az első babajavítóboltot a 19. század végén nyitották meg, és mára varázslatos hellyé alakította a gyerekek és a felnőttek számára, akik itt merítkezhetnek meg emlékeikben. Arra kérem a gyerekeket, hogy helyezzék a kezüket a baba hasára, ami látszódik a kijelzőn. Majd megkérem őket, hogy tegyék oda a stetoszkópot, mert akármilyen furcsa is. Dobogó szív van ott. Belépni erre a helyre a babáknak azt jelenti, hogy meggyógyítják őket, de tulajdonosaik számára ez a gyerekkori varázslat újraélésének pillanata.